A 16. századi református püspökökről és használati tárgyaikról tart előadást ma délután 6 órától Ősz Sándor előd lelkipásztor, levéltáros. Az előadás a Pokoli Társaság egyháztörténeti sorozatának a része, amelyet az Erdélyi Református Múzeumban tartanak a Bocskai Ávrám Jánkó tér 14 szám alatt. Ősz Sándor előd lelkipásztort köszöntöm most a stúdióban, jó napot kívánok! Ez egy csodom, köszöntöm én is önt és a nézőket. Nagyon megkapó az előadásának a címe, mert hogy a 16. században élt püspököknek a használati tárgyaira gondolva, igazából nem is tudjuk, hogy mire is gondoljunk. Miről fog ma beszélni? Igen, a cím egy kicsit provokatív. Ezelőtt 15 esztendővel a nagy reformáció jubileumra készülve Németországban feltárták az összes Lutherrel kapcsolatos helyszínt, és csodálatos régészeti leletek jöttek elő, például a szülőházból előkerültek azok a játékok, amelyek hát C14-es izotóppal ma már nagyon pontosan meg lehet a korukat határozni. Ha nem is Luther játékai, de a testvéreinek a játékai lehettek, tehát nagyon sok olyan használati személyes tárgy előkerült, ami valóban az ő konyhájukban, az ő nappaliukban, vagy Wittenbergben az ő dolgozó szobájában volt. Tollhegyek, szellemeket űző kürtök, és ezen a skálán bármit elképzeltünk, sőt, fennmaradt egy olyan kazula is, amit Luther hordott egy svájci kolostorban való misézéskor. Na hát, mi erdélyiek nem vagyunk ilyen szerencsések, úgyhogy kétféle használati tárgyaikat tudjuk a 16. századi lelkészeinknek elkülöníteni. Van néhány olyan régi urasztali edény, elsősorban kehely, amiről sejtjük, hogy talán használták, vagy ők is a kezükbe fogták, de hát az értelmiségi embernek a legfontosabb és a mindennapi használati tárgya a könyv. Ezeket a mi hazai peregrinusaink, független attól, hogy az egyházi hierarchia melyik fokán helyezkedtek el, többnyire Wittenbergből szerezték be az ottani tanulmányútjuk során. És hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 16. századi püspökeink közül egy kivételével mindeniknek a könyvtárából került elő legalább egy kötet az elmúlt évek kutatásai során, és ezekről a használati tárgyakról lesz szó, tehát ne gondoljon senki se tányérra, késre, villára, bőröndre, még csak ruházatra sem, hanem könyvekről lesz szó. És honnan kerültek elő ezek a kötetek? Erdély különböző gyűjteményeiből, sőt, a Kárpát-medence különböző gyűjteményeiből, földrajzilag a budapesti piarista könyvtártól, kezdve elegészen a nagyszebeni Bruckenthal Múzeumig 5 gyűjteményben találhatók ezek a könyvek. Mindjárt rátérünk egy kicsit ezekre az írásokra is, de előtte meséljen egy kicsit a történelmi háttérről, és arról, hogy kik azok a püspökök, akik a 16. században szolgálták a református egyházat. Kezdjük inkább a püspökökkel, és utána majd a történelmi háttér, ugyanis van egy lassan 150 éve zajló egyháztörténeti polémia arról, hogy ki az első erdélyi református püspök. Az első ismert püspök névsorunk 1641-42 körül keletkezett, Gelei Katona István egyháztörténeti érdeklődésű püspök szolgálata alatt a püspöki protokollumba írták be, az sajnos 1849-ben megsemmisült, de 5 másolatát ismerjük ennek a névsornak, és ott Alisius Dénes, százfenesi lelkész szerepel első püspökként, sajnos évszámot sehol sem ad ez a névsor, már emlékezett alapján, tehát oral history, szóbeli visszaemlékezések alapján állították össze, itt csak azt olvassuk, hogy mely fejedelem uralkodása idején szolgált püspökként. Természetesen ez egy hozzávetőleges meghatározás. És a 19. század közepétől református egyháztörténetben kezdték revesgetni, hogy hát azért jó lenne, ha Dávid Ferencet tartanánk első püspökünknek, és a mai hivatalos püspök névsorban Dávid Ferenc az első, Alisius Dénes kimarad, és Tordai Sándor András jön a helyre, és aztán folytatódik úgy, ahogy a régi névsor megadja. Honnan ez a bizonytalanság? Egy kicsit a történelmi hátteret kell, amiről az elején szó volt, felvázolni. A reformáció előtt Erdélyben két egyházi struktúra van.
a Gyulafehérvári központú erdélyi római katolikus egyházmegye, és a szebenni, a királyföldi főesperesség, vagy több esperességnek a százföld, mondhatnánk így is, amely közvetlenül az esztergomi érsek fennhatósága alá tartozott. És a reformáció után ennek a két struktúrának a nyomán létrejön két protestáns, akkor úgy mondták, hogy szuperintendencia, de azt hiszem, hogy nem követek el blaszfémiát, ha azt mondom, hogy püspökség. Két protestáns püspökség, egy német ajkú és egy magyar ajkú. Na most a magyar ajkúval az a helyzet, hogy nagyon korán kezd forrongani, a német is csak ott nagyon hamar elfojtják a teológiai forrongást, 1568-ban mindenkinek befogják a száját. Mi magyarok plurálisabbak voltunk egy kicsit, és kezdenek terjedni a svájci reformáció tanai, amit ma reformátusnak mondanánk, elsőbb a svájci úrvacsoratan, és akkor 1564-ben a vonalas luteránus Alésziusz leváltják, és Dávid Ferencet választják meg a magyar szuperintendencia püspökévé. Sokan ezt tartják az erdélyi református egyház születésnapjának, de szó sincs, tehát új egyházi struktúra nem alakul. A magyar szuperintendencia püspököt vált. Ez a püspökség 1568-69-re már unitárius többségű lesz, és a Szentháromság hívő magyarok, luteránusok és reformátusok nem érzik jól magukat ebben, és száz segítséggel János Zsigmond halála után 1572-ben megalapítják a Háromság hívő magyar szuperintendenciát. És igazából ez lenne az erdélyi református egyház jogelődje, ha Báthori Kristóf nem csavart volna a dolgon egyet, és 1568-ban azt nem mondta volna, hogy a magyar szuperintendens jogutódja nem az unitárius püspök Dávid Ferenc, hanem a Szentháromságot valló, akkor már biztosan református püspök Tordai Sándor András. Tehát ha úgy tetszik, ez is, az is lehet a jog előtt. De hogy nincs egy egyértelmű álláspont ebben a tekintetben? Nincs egy egyértelmű álláspont. Én a püspökeinkre bízom, hogy döntsék el, például Kató Béla püspök, hogy 46-e vagy 47-e ebben a sorban. Nagyon repül az idő, és akkor beszéljünk az akkori püspökökről. Igen, hát a püspökökről inkább a könyveik tükrében próbálok egy kicsit, hogy mi az, ami új, mert hát ha olyan széles biográfiák ezek, hogy nem lehet. Néhány általános dolgot elmondhatunk, mindenik Wittenbergben tanult. Tehát nagy Alésziusz Dénes kivételével egyik sem látta már Luthert személyesen, de Melanchthon személye meghatározó volt az ő teológiai látás. Mondjuk a Dávid Ferenc azért érdekes, mert előkerült egy kötet, amit nagy valószínűleg ő hozott haza, és ez Kopernikusnak a De Revolutionibus című műve. Ez egy elég ritka munka, Erdélyben mindössze 3 példány van, ebben hirdeti meg Kopernikus a heliocentrikus elméletet, és a tábláján nagyon alapos matematikai és csillagászati számítások és feljegyzések vannak. Sajnos Dávid Ferencről egyetlen egy bötűt nem ismerünk, ami hiteles kézírással lenne, tehát nem tudjuk azonosítani, hogy azon a táblán azok a feljegyzések tőle származnak, de ha ez így lenne, és valaha sikerülne igazolni, akkor az unitarizmus alapítójának egy új szellemi profilját nyitná meg. És előkerülnek azok az Éber kalendáriumok, amelyek igen, szintén újdonságokat hordoznak. Igen, kialakul egy műfaj Wittenbergben, Paul Éber, a wittenbergi eklézsia főpapja, szerkeszt egy Kalendarium Historicum című öröknaptárt, amit úgy kell elképzelni, mint meg egy határidő naplót, ahova be van írva napkelte, napnyugta, névnapok, fontosabb évfordulók, csak hogy nincs napra, nincs meghatározva az, hogy ez a nap március 21-e mondjuk hétfőre esik, tehát ha valaki megvásárolt egy ilyet, élete végéig használta, sőt, egy-egy Éber kalendáriumot adtak tovább, tehát szerencsés esetben 3-4 értelmiséginek az életeseményeit követhetjük nyomon egy ilyen kalendárium bejegyzéseit. A felvételeink között, amik a háttérben mennek a beszélgetésünk idején, ott láttunk egy-egy ilyen oldalt, hogy akkor ott van a kalendárium, az eredeti bejegyzés, és alá
Viszont kézírással? Kézírással bejegyzik. Többnyire 4 műfajt különböztethetünk meg. Családi események, tehát házasságkötés, gyerekek születése, közeli és távolabbi rokonoknak az elhunyta, vannak természeti jelenségek, elegészen természeti katasztrófák, tűzvészeket is mondjuk ide sorolnám, tűzvészektől kell az elegészen az üstökösökig, vagy légköri, érdekes légköri jelenségekig. Vannak politikai események, amelyiknek ő nem része, ugyan, de nagyon fontos azt látni, hogy mi az, ami megüti az inger küszöbét, és mi az a mondat, amit hozzáfűz, hogy a fejedelemet beiktatják, és odafűz egy rövid fázt, hogy Isten adj neki erőt. Tehát azt jelenti, hogy szimpatikus volt neki a fejedelem, és vannak a család, illetve szolgálati, tehát mindennapokkal kapcsolatos bejegyzések, ahol megtudjuk, hogy ezen azon az alkalmon miről prédikált. Gyerekei például az egyik lelkésznek, nem a püspökök esetében, de az egyik lelkész Éber kalendáriumában a gyerekeinek gyerekének az első szavait feljegyzi, apa ne menj el, apa fogd a kacsómat, tehát... És ezekből azért sok mindent le lehet szűrni, akár mindennapi életükről az akkori lelkészeknek vagy püspököknek, nem? Vagy a kapcsolati rendszerükről. Így van teljes mértékben, például Göcsi Máté, marosvásárhelyi lelkipásztor, ha Dávid Ferenctől számolunk, 4. püspökünknek a kalendáriumába bejegyezte a gyerekeinek a keresztszüleit is. Tehát azt jelenti, és ez nagyon érdekes, mert nagyon sok gyülekezet esetében még hitvallási ingadozás van, tehát nem, eddig nem voltunk biztosak, például szék, mikor lesz unitáriusból reformátussá. Most már, ha a széki lelkész a református püspöknek a komája, akkor valószínű, hogy ebben az időpontban már református volt. Tehát egy ilyen esetben kapcsolati hálókat is kirajzolhatunk belőle, és arról, hogy hogy miről prédikáltak. Sajnos, hogy az egyházigazgatási irataink ebben szemérmesek, csak igazából a 18. század végén kezdjük tudni azt, hogy a hétköznapi, nyilvánvalóan nagy prédikátorok megjelentették a műveiket, a hétköznapi elkész miről prédikált, azt innen tudjuk. Tehát ezek kiegészítő adatok az eddig ismeretekhez képest, és vannak olyanok is, amelyek tévhiteket oszlatnak, vagy kiigazítanak bizonyos eddig ismert történéseket. Így van, tehát ha úgy tetszik, az életrajzukból hiányzó mozaik kockákat tesznek helyre, de hát voltak téves feltételezések, például most azt kritizáljuk, aki a legtöbbet tett a püspökök életének a megismerésé, Bot Péter, de hát van neki 2 hibája, amit éppen ezek a kéziratos bejegyzések tettek helyre. Egy marosvásárhelyi egyházközségi bejegyzés alapján Göcsi Máté püspök halálát Bot Péter 1585-re tette, és hát itt az egyetemi könyvtárban őrzött Éber kalendáriumában 1586-ban még bejegyzett, és minden kétséget kizáróan az ő írása, tehát a halálának az időpontját későbbre kell tenni. Van még forrásanyag, amit kutatni lehet, és ami további adatokat szolgáltathat erről a periódusról? Természetesen az egyháztörténet nagyon sokáig nem számolt egy forráscsoporttal, vagy csak nagyon periférikusan számolt egy forráscsoporttal. A 16. századi nyomtatványainknak a nyomtatott szövegét néztük és elemeztük, és tényleg az előttünk járva egyháztörténészek ezt kiválóan megtették. Viszont ezeknek a könyveknek a kéziratos bejegyzései nagyon sok érdekes dolgot elárulnak a 16. század egyházi, és nem csak egyházi életéről. Ezeknek a kutatása egy nagyon pepecs, nagyon nehéz munka. Egy kutató max. 300 kötetet tud alaposan átnézni egy év alatt. Ez így is nagyon nagy mennyiségnek hangzik. És hát ezekből az újabb és újabb adatok kerülnek elő, tehát ha az embernek megadatik, hogy egy héten egyszer, egy nap ezzel foglalkozzon, akkor már is a tudományos közegét újabb adatokkal tudja szórakoztatni. Hát kedves nézőink, aki további részletekre is kíváncsi ebben a témában, akkor az menjen el ma
délután 6 órától az Erdélyi Református Múzeumban, gondolom a tetőtérben lesz ez a találkozó, igen. És akkor ott további érdekességeket és újabb kutatási eredményeket hallgathat a 16. században élt református püspökökről és használati tárgyaikról, ahogy Ősz Sándor előd nevezte. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és sikeres rendezvényt kívánok mára. Köszönjük szépen is.